Üdv mindenkinek! Riot Arvill vagyok a játékos támogatástól. Amennyiben a League of Legends játék során csatlakozási hibát vagy lassulást észlelsz, nagyra az esély, hogy a számítógépet tűzfal beállításai okozzák. Ha a tűzfal beállításaid nem megfelelőek, frissítési gondokat, bejelentkezési problémákat, visszacsatlakozási nehézségeket, a PvP-net rendszerrel fennálló kapcsolat megszakadását vagy Maestro hibákat idézhetnek elő, és a hősválasztás során elakadást okozhatnak. A Windows és Mac operációs rendszerek és vírusírtó szoftverek is rendelkeznek saját tűzfallal. A Riot Games együttműködést folytat cégekkel, mint például a McAfee vagy a Symantec, annak érdekében, hogy a League of Legends játék felkerüljön az előzetesen jóváhagyott szoftverek listájára. A vírusírtó elavult verziójának használata szintén akadályozhatja a League működését, ezért mindenképpen frissíts, mivel ezzel a csatlakozási problémáidat is megszüntetheted. Most térjünk rá a Windows tűzfal beállításaidra. Ha Mac operációs rendszert használsz, ugorj az ezzel kapcsolatos pontra, amelyet a videó későbbi részében találsz meg. A legkönnyebben úgy derítheted ki, hogy a rendszered tűzfal beállításai zavarják-e a csatlakozást, ha ideiglenesen kikapcsolod a tűzfaladat, és megpróbálsz ismételten csatlakozni a League játékhoz. Nem kell pánikolnod, a számítógéped így is biztonságban marad, feltéve, hogy felelősen és biztonságosan játszol. Vagyis kerüld el a gyanús weboldalakat. Első lépésként menj rá a vezérlőpultra, ezt követően kattints a rendszer és biztonság kategóriára. Válaszd ki a Windows tűzfal elemet, kattints a Windows tűzfal be és kikapcsolása elemre. Ezt követően válaszd ki a Windows tűzfal kikapcsolása beállítást. A tűzfal kikapcsolását követően jelentkezz vissza a League of Legends játékba és ellenőrizd, hogy javult-e a kapcsolatod. Amennyiben külső gyártótól származó tűzfalat használsz, azt manuálisan kell kikapcsolnod. Minden egyes tűzfal esetén más és más kikapcsoláshoz szükséges lépéseket kell megtenni, ezért javasoljuk, hogy további információkért látogass el az adott szoftvergyártócég honlapjára. Ha a tűzfal kikapcsolása használt, visszakapcsolhatod azt és manuálisan ad hozzá kivételként a League of Legends programot a tűzfalhoz, így az a játék közben bekapcsolva marad. Menj vissza a Windows tűzfal ablakba. Kattints a program vagy szolgáltatás átengedése a Windows tűzfalon lehetőségre, majd választ ki a beállítások módosítása elemet. A programok listáján lapozz a League of Legends programhoz és jelöld be a mellette található jelölő négyzetet. Ha a League nem szerepel a listán, kattints a másik program engedélyezése lehetőségre. Keresd meg a listán a játékot és nyomd meg a hozzáadás gombot. Ezt követően jelöld be a League melletti jelölő négyzetet és ezzel készen is vagyunk. Most, hogy beállítottuk a Windows tűzfalat, térjünk rá a Mac operációs rendszerre. A Mac operációs rendszer tűzfal beállításai jellemzően nem okoznak zavart a League futtatása során. Ha mégis csatlakozási problémát észlelsz, valószínűleg DNS hiba vagy pufferelés okozza. Megoldásként próbáld meg az alábbiakat. Kattints az Apple menügombra, választ ki a rendszerbeállítások menüpontot, ezt követően menj rá a nézet menüpontra. Választ ki a biztonság ikont, ezután kattints a tűzfal fűre, végül nyomd meg a kikapcsolás gombot. Kikapcsolást követően próbálj meg visszajelentkezni a League játékba és ellenőrizd, hogy helyreállt-e a csatlakozásod. Reméljük, hogy ez a videó segített megoldani a problémádat, ha esetleg mégsem, látogass el a weboldalunkra.